Na sziasztok, az előbb egy kis videóban, hogy valaki a San Andreas-szal útiban akar játszani, mit kell hozzá. Ezt is le kell tölteni a Multi Theft Auto 1.5-ös, mit tudom mi, programot is feltelepíteni. Elvileg magyar nyelven is elérhető. Utána már csak egy szervert kell keresni, az lehet rajta egymást gyilkolászni. Vannak olyan szerverek, ami úgymond be van véve, tehát egy jelszavos, meg mit tudom én, minden kiválasztasz egy szervert, általánosítva, akkor általában mindig még az a kis képernyő, hogy valamennyit le kell hozzá töltenie neki. Most ezt nem tudom értelmezni, ez miért, ha én ezt letöltöm, még úgy pluszban, még ezt még foglalja helyet a gépe, hát kicsit lehúzásnak tartom. Egyébként én mondtam, hogy ki lehet válaszolni, hogy magyar nyelvi, tehát annyi. Másik alapfeltétel, hogy mondjuk kell hozzá San Andreas program, hogy fel legyen telepítve, anélkül nem érsz a móddal semmit. Annyi könnyítés van a dologban, hogy tehát nem piszkál bele az alapjátékba túlfüggetlenül, ez külön programként kezelődik. Most én konkrétan egy magyar szervert választottam ki, de van millió. Amiben lényegében azon gyilkolik egymást, ahogy nekem tetszik. Na most alapból a gép generál neked egy karaktert, ugyanúgy a San Andreas-ban képes kérni nézetbe. Most itt el lehet egy-két dolgot felejteni, mint az alapjátékban megtalálható volt, hogy konkrétan nem a fegyverboltba, tudom mihez. Én még konkrétan úgy láttam, hogy ez nem érhető el így a játékban, de le. Mondjuk csak még a felszínkarcokat nem egy-két-egyszer játszottam benne. Egyébként a mozgás ugyanaz benne, hogy az alapjátékban szerintem, amit beállítottad, a játék azt ugyanúgy fogja. Alapban azt gondoltam rá, hogy ezt streamelni tudom, de még egyelőre az OBS-en nem tudtam, hogy mozgásra bén, hogy ki elérhető legyen. Hát most van, aki a boltom pályán választottam ki a szervert, konkrétan ami a az alapjáték grafikája volt használva, tehát nem nagy változás volt. Ez már körülbelül egy-két dolog szerintem bele van az ötből emelve, mert a fegyverszkinek azok, mondom, a mozgás szinte ugyanaz, mint az alapjátékban, hogy be van állítva. A mini térkép szerintem az ötből van lenyúlva. A mini térképen egyébként az a körök az másik játékosok, akik a szerveren fent vannak, azt jelképezi. Alapból elérhető az alapjátékban lévő térkép. Na most az F1 gomb megnyomásával, most egy gyors talpaló lesz, elérhetővé válik, hogy tudod konkrétan a kinézetet, vagyis meg tudod változtatni azt, hogy hogy nézzen ki a karaktered. Na most öltöztetni eleve azt ér, hogy csak a CJ is skinekkel működik, tehát ha mondom CJ-t választott ki, mint karakter, akkor úgy, de hogyha, de én most én konkrétan mit tudom, átváltottam az egyik barátnőjét, tudom, mert van egy csomó millió kinézetet lehet, és ezt menet közben bármikor variálhatod neked, úgy tetszik, megnyomod az F1-et és kiválasztod ott a kinézetet. Az F2 gomb megnyomás, még az F1 2-vel lehet azt, hogy most az a fegyvervásárlási mód. Mert ebbe a nyilászok szervert, az például a magyar, az időközönként dob egy kis pénzt a játékba. Most ha konkrétan téged megölnek a pályán, akkor az összes fegyvert, az amit volt, vagy pénzéret, azt az ellenfél megszerezheti. Az egy másik dolog, de random mindig generál a játékpénzt. Állítólag el lehetne tárolni benne, de annyiban nem mentem bele.
Nem értesz. Tehát minél tovább maradsz a játékban, életben annál több pénzed lesz, de az egy dolog. A piros csík egyébként ott a jobb felső sarokba a életerét. A jetpacket a J betűvel lehet előhozni, arra van beállítva. Elint egy kicsit furcsa volt az irányítása, még rá nem jöttem, hogy ilyen fegyverszkén is szerintem az öbből van lenyúlva, vagy mit tudom mi. Na most az alapjátékban tab gombot megnyomtörek, a képességek jöttek itt elő, itt meg konkrétan azt írja ki listán, hogy a szerveren kik játszanak jelenleg, hány gyilkolás, meg mit tudom mi, milyen nemzetiségi, attól függően, meg hogy mennyi ideje játszanak a szerveren. Ezt a tab gomb lenyomásával elérhető a játékban. Ha a térképre vagy kíváncsi, akkor ott szintén az F1 is ott kiválasztani, hogy a térkép nézése. Nem is, zónákra van felosztva, van a piros, zöld, sárga, kék. A színeknek annyi jelentősége van, hogy alatt a jobb felső sarokban van kezden a szerveren, konkrétan ott alatt írja neked, hogy most melyik zónába vagy vére, tehát melyik pályán nem tudna téged kinyírni. Tehát, hogy ott a fegyver használat le van tiltva. Értem szerint ez random mindig variálja játék, tehát ne vidd biztosra, hogy pár percenként változtatja, tehát ez más dolog. Autót úgy lehet elérni szintén az F1-et, és ott a lehívás menüpontba kiválasztod, hogy milyen autót akarsz. És konkrétan ebbe a szerveren, azon a magyaron, megtaláltok a hagyományos autókinézetek, de van egy-két, ami a... Ez például szerintem a GT5-ben láttam ezt a sugármeghajtásos autót. De le lehet hajót kérni, repülőgépet, helikoptert, tehát rád van bírva, úgy vettem észre, ez korlátlanul működik a játékban. Így, ha nem akarsz mindig gyalogolni. Tehát az F1 után meg a lehívás, vagy nem tudom mi már. Mi is maga az opció most. És akkor ki lehet cserégetni a járművet. Ezt is véletlenül úgy tudtam meg, hogy az egyik játékos is segített a játékba, tehát ott tudált az autóból nekem, mondom, mi a faszt akar ez konkrétan. Beszálltam alapértelmezettel, mondjam, az F betűvel, erre kiírja cseten, mert csetelni is lehet a játékot égbomb megnyomásával, elérhető, hogy kicsit. Azt hiszem van utána külön magán, vagy ilyet. Ez is például szerintem GTA 5-ből van ez a helikopter skin, a rendőrségünknek a kinézete. Tehát van, aki az alap kinézetet, az irányítással kicsit nem voltam, mert annyira nem ismerem a játékba a vírussal, hogy a helikopter az úgy irányított benne. Szokatlanak tűnt, hogy nyomom az előre gombot, a Bates, az akkor emelkedik felfele, az S-sel meg süllyed, illetve A meg D-vel jobbra meg balra kireng a helikopter, illetve a Q-val vagy az E-vel kicsit jobbra vagy balra kanyarít. Később jöttem rá, hogy konkrétan nézegettem már, hogy mondom, random lehet variálni az irányítást a játékba, szerintem az alapjátékban be van állítva, akkor így be is ugyanúgy működik. Konkrétan úgy derük, hogy azt hiszem, hogy nyomom a V betűt az emelkedés, meg a kurzor nyírakat fel vagy a le mozgatom, azt akkor vagy az helikopter elejét vagy a hátulját emelítem. Azt hiszem, az az aranyirányítás benne, most nem tudom, mert régen játszottam már, hogy helikoptert vagy lehet benne irányítani. Például a Just Cause-ban szerintem két könyvünkkel jobban fekszik ott benne a helikopter irányítás, mert jobban kitalálták. Volt valami korokon mentem fel a szerver, konkrétan egyelőre voltam csak ott hajt, azt akkor egy csomó pisztőt tudtam szerezni. Random variálja a térkép talán, hogy most, hogyha meghalsz, akkor hol életsz újra. Legalábbis a szerveren, mondom, azt is random variálja, hogy egyszer a piros, egyszer a kék, egyszer a sárga, vagy akár meg a zónában van védett, tehát hogy tulajdonképpen nem tudnak téged leülni. Volt, aki megszívott azzal, hogy bejött megyünk az autóba, megyünk, azt mondja, hogy állj már meg így.
csetem kívülje fel megálltam, kiszáll az autóból, elkezd az autót hitegen. Ha mi a fasznak lesz? Kiszállok erre, lecsekkoltak bórám, megölhetsz. Szóval arra utazott, hogy én azért értek, hogy álljak meg, hogy ő le tudjon engem gyilkolni. Nem mondom, kezdők. Már én nem nézve néz, úgy értették, hogy kezdők, tehát egy ilyen hülye szarvas hibának betölök. Változó van, amikor többen van, amikor kevesebben vannak a szerveren. Éjfél fele voltam fel, nem volt fel, senki csak én. Tehát, hogy akkor akár milliókat összeszedhettem volna. Mindig fent vagyok a szerveren.